back so soon. I knew you would not falter. Üdvözlök mindenki, szóval ezt mind láthatjátok. A Hand of Fate nevezetű játék. Now we play. Játszunk akkor szépen tovább. Endless mode, if you wish to test your skills against chance itself. Igen, mostantól elérhetővé vált a végtelen nevezetű mód. De mi most folytatjuk szépen tovább a történetmódunkat. Mégpedig a következő ellenfelünkkel, aki nem lesz más, mint a Hamu király. Kapunk egy átkot, ami nem más, mint a kompenzálás. Amikor a játékos befejez egy csatát, 15 életerő pontonként egy aranyat veszít. Tehát a kihívások 5x6-os Hamu és 4x megtámadtak kártya. Nézzük csak a tan. A Hamu király már régen megcsalta a királyi nevét és a hazát egyaránt. Vagyonát és hatalmát óriási mértékűre gyarabítva a könyörtelenség és terror megfontolt alkalmazásával a törvényen kívül már évtizedek óta. Jó. Some men thrive in anarchy and chaos. The King of Dust is one such. His tools are cruelty and terror, and I suspect he will harbor a great hatred for you, my friend. Nos. Nem, köszönöm. Eseménykártyából, hát jelenleg ugye 22x22, de majd átnézzük azt a paklit. Verzselő hév, az kell. Berserker páncél. Gyógyító gyűrű, és akkor még kellene egyetlen egy valami. Hát, mit rakjunk be? Hát, beteszünk egy közepes páncélt. Nem akarok ilyen kicsi fegyvereket bepakolni. Bár mondjuk a buzogány az pont, hogy nem egy kicsi fegyver. Inkább a buzogányt pakoljuk be, és akkor kiszedem az egyik közepes páncélt. Jó, és akkor ez így megvan. Nézzük a következőt. Tehát a helyi lakos... Az olvasztó tége, a sivatagi vihar, az alvás az erdőben, illetve a kincses ládát... Az embertowni hős még nem tudtuk felfedezni, jó. Akkor... Hát lejönne Lúr, az maradjon bent, mert ő nagyon nagy segítség, a segítőkész pap is maradjon bent. Csapdák labirintusa az maradjon, három vadászó patkányember és lakatos, az jó. nem, nagyon nem. Mivel háromszoros a megtámadtak lap az osztónál, ezért egyet én kiveszek, hogy ne legyen már négyszeres. Legyen egy öreg temető, azt mondom. Meg. A folyó az maradjon benne, nincs meg a token. Az ördögi karneválnak a tokenje sincs meg, pedig az is jó lenne. Szerintem most ez így elegendő lesz, ezt a hármat meg majd később. A jótékonyságot azt berakhatnám. Csak akkor ki kéne vennem valamit, és az a helyzet, hogy nem akarok semmit kivenni. Esetleg a segítőkész pap helyre berakhatnám, de inkább a segítőkész pap az maradjon bent. És a jótékonyságot meg majd a következő fejezetbe. Belerakom, mondjuk. Majd meglátjuk. És akkor induljon a Hamu király ellen. The King of Dust takes his tithe of all. Hatos Hamu kártyák. Érdemes ilyenkor azért figyelgetni, hogy miket dob fel. Ott vannak a hatos kártyák. You face the first of my kings. Each has shaped the nature of their forces with the strength of their will. They will turn that power to your destruction. Nyolyám. A kártya ellenfelek azért, vagy a kártya? A király ellenfelek azok nagyon nehezek.
hogy arra oda kell figyelni. Szóval Lionel úr, miközben estebédedet fogyasztod a helyi fogadóban, furcsa öregemben foglal melletted helyet. Elég fájdalmasan kopogtatja meg a vállalat a fabottyával, hogy felkeltse figyelmedet. Majd felfigyelsz rá, hogy egy goblin, aki rosszul álcázta magát emberként. Ráncos arcával, némi örülettel vegyítve, rád mosolyog, rád vigyorog. A nevem Lionel úr. Ha nekem adod, amire szükségem van, kölyök, megidézem a szíved vágyát. Ezzel a varázslatos pálcával, amit saját magam alkottam. Nem adok neki kaját, hanem megkérdezem, mire van szüksége. A goblin azonnal keringeni kezd körülötted. Nyúlkál és piszkálja az öltözetedet és fegyverédet, mielőtt hirtelen elkap valamit. Ezután egy ideig méreget, majd kezével az asztalra csap. Aha! Már tudom, mire van szükséged. Tessék! Lionel úr egy nagyméretű üres vászonzsákot húz elő, és elé tartja. Nyúj bele, és szíved vágyát megkapod. Elemésztő szégyed. Minden fegyveres támadást egy erős méreg tesz hatékonyabbá, ami megfertőzi az áldozat elméjét és testét. Ezután anélkül, hogy megállíthatnád, emberfeletti erővel felkap egy samanyított hagymát tálnyirodról, és kirohan a fogadó ajtaján. Nos, Lionel úr nem csak pajzsot tud adni nekem, ezek szerint. An expedition. Press on. Az előtted fekvő ösvény az erdőbe vezet. Visszafordulok, mert kíváncsi vagyok erre a két kártyára. Csapdák labirintusa. Rábukkantál egy goblin kincses barlangra. Be akarsz lépni? Be. Mivel kellenek a kincsek? A mélyéről. Talán megúszom ébből rá. Hát, gyenge kezdés. Viszont egy kicsivel jobb folytatás. Eddig nagyon jók vagyunk. Még mindig nagyon jók vagyunk. Egyelőre. Na nézzük. Siker. Csak az elején szúrtam el. Három előnykártyát kapunk, miután kirámoltuk a ládát. 25 arany. 22, tarts meg egyet. Hát pajzs, nem. Buzogány. 27-es. Az biztos. Nyomj be a legér gombot az ellenfeléd megtámadásához, gyorsabb a karnál és fejszénél. És van rajta egy szent áldás. Igen, igen. Hát kettővel erősebb. Húz egy felszerelést. Hatalmas kalapács. Ahogy több egymás követő támadást fűzöl össze, a sebzés is nagy mértékben megnő. Nyomj egyet egy robbanás megkezdéséhez. Hát akkor ezt teszem be. Jó, húztam két izét, fegyvert. Igen, a csapdák labirintusában most már a csapdák azok hatástalanítva lettek. Új kártya! Hú, még jó, hogy itt maradtam. Embertowni hős. A quest that may lead you down many paths towards jealously guarded secrets. Interesting. Na nézzük. Egy sérült kalandorba futsz, akinek a horpat és véres páncélja elárulja róla, hogy nemrég harcba keveredett. Érdeklődsz a gondja felől. Ahogy közeledsz, a szemei az erekédre tapad. Még egyszer, ahogy közeledsz, a személy az erekédre tapadnak. Erekém.
Mindig is ezt akartam, kiállt fel és előreveti magát. Visszavered. A choice. Select your desire. Kösz! Birkózni kezdtek, végül az idegennek valahogy sikerül az edekét megkaparintani tőled, és berohan az erdőbe vele. Max életerő bukás. Melyik elekémet kapta meg? Páncélom megvan, fegyvereim megvannak. Nincs pajzsom. Az úgy... netes. Jaj, bocsássatok meg! Jaj! Ez most így kicsúszott. Jó, nem tudom mennyire érte ez itt most meg. Legalábbis annyira megérte, hogy valamit elveszítsek meg, legalább megtudtuk, hogy mire jó ez a kártya. Meg elbuktam még 3 kaját is pluszba. Do you understand how this game works now? Do you comprehend the stakes? Hogy ne fogtam volna föl. Vadászó patkány emberek. It seems you have made an enemy of the ratmen. They do not normally attack unless provoked. A patkány emberek vadász csapatába botlasz. Készülj fel, hogy megvéd magad. Kapok egy szörnykártyát, ami egy 4-es fertő. Ez még annyira nem vészes. Főleg, hogy itt a hajón harcolunk. Jó, menjünk innen, mert itt túl nagy a sebzés. Meg a mérgezés, meg a mindenség. Így né. Jó ez a kalapács. Sohajtózva átkutatod a testeket. Nem találsz semmit. Bárcsak lenne más módja megállítani a patkány embereket. Talán ha fizetnél valakinek, hogy elintézze. Van egy olyan kártya amúgy. Your provisions are running low. Can you press on? Ami arra hivatott, hogyha fizetünk azt hiszem 50 aranyat, akkor a patkány embereket kiírtják. Utazó gyógyító. A gyógyítók a sebek begyógyításában jeleskednek, és némileg értenek az átkok eltávolításához is. Hát most nekem nem álltok kell. Üdvözöllek, bölcs utazó, sok mindent tartogatok számodra, hanem a 19 aranyamból én ételt fogok vásárolni, mert az a 2 nem lesz elég. De előtte megnézzük ugye, hogy milyen tárgyakat lehet esetleg vásárolni. Nem akarok sebeket gyógyítani. El tudok adni valamit? Hatalmas kalapács. Buzogány. Hát én ezt eladom. Meg a fejszémet is eladom. Ez bízok benne, hogy... Bízok benne, hogy... nem lesz olyan, hogy ellopják... cuccaimat. Így, né. Talán... egy darabig kihúzzuk ezzel a 7 darab étellel. Valahogy. Ha csak véletlenül nem futunk bele a lányba. Helyette eltorzult kanyon. Az is valami. Egy fegyver csillan meg a napfényben, ami a kanyon alján egy csontváz mellett fekszik. A kanyon falait vastagon indák szövik be, ami tökéletes a mászáshoz. Hát lemászunk. Még mindig 3 siker, 1 bukás. Eséllyel. Nagyon óvatosan sikerül lejutnod a kanyon aljába. És akkor így húzunk egy fegyvert. Köszönöm. Ez a buzogány annál több sebzést okoz, minél alacsonyabb a forgatójának életereje. Jó, eltesszük a leltárba. Folyó. How will you cross this time? Win this and claim my token. Hát mivel kell nekem az a zseton?
Hát ez csak siker. A könnyű páncél meglehetősen könnyűvé teszi az átkelést. Átfagyva és füzesen, de épségben eléred a másik oldalt. Áj, nem sikerül ez a token. Barlangba járat. Az utat következő lépés egy barlangból egy impozáns erdő határába vezet. Belépünk a barlangba. What brings you to play the game? I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. És azért mennyire látszik, hogy tényleg egy barlangban vagyunk. Nyíl egyenes az út. Nincsenek elágazások. Of course, killing their leader is a fine way to provoke them. Három ételem maradt. Egy, kettő, három. Nem fogok elérni a... elérni, el tudok érni a barlangnak a végére. Csak akkor meg már életelőt fogok veszíteni. Kivéve, hogyha itt a patkány emberektől nem tudok esetleg ételt. Nem kapok egy ételelőny kártyát. Na mindegy, a patkány emberek csapdájába estünk, és akkor ismételten egy négyes fertő. Hát megnézzük. Hát, ha sikerül valami. És ilyenkor tudjátok, mi a probléma, mivel nincsen pajzsom, ezért nem tudok visszatámadni se. Sajnos. Se hárítás, se semmi. Ó, egy ételelőnykártya. Némi élelmet sikerül szereznod a patkány emberek holtestéből. Plusz 5 étel. Fantasztik. Fantasztik, jó van. Ó, egy új kártya. Kincses láda. A treasure chest. What more iconic emblem of success could we imagine? Egy kripta felfedezése közben kincses ládát pillantasz meg a csarnok végén. A láda hatalmas kincset is rejthet, de lehetséges, hogy a termet csapdákkal látták el. Megközelítjük a ládát. Hol van? Eddig jók vagyunk. A csarnok néma maradt, ahogy haladsz előre. Megközelíted a kincses ládát. A challenge for you, and a token if you succeed. A kincses láda kopottnak tűnik, de érintetlen. Miféle kincset tartogathat? Na, próbáljuk felfeszíteni. Három siker, egy bukás. Egy nagyobb erőfeszítés után a zára enged, és a kincs már is a tiéd. Az osztó húz neked 4 előnykártyát, ennek a kártyának mostantól tiéd a zsetonja. 25 arany. 25 arany. Húz egy felszerelést, az is jó. Ó, a düh lánca. Közepes védelem. Harc közben az igyaktól és a pálcáktól elszenvedett állatok némi eséllyel lecsökkentik a lehűlési időt. Helyes, helyes, helyes. Fel is vesszük. 15 arany. Your prize. Köszönöm. Milyen nettesen indult az eleje. Ja. The bandits are sorely loyal to their king. De jó, hogy kinyitottam a számat, mi? Not let you reach him easily. The bandits are sorely loyal to their king. They will not let you reach him easily. Csupán némi zörgés jelzi mögötted, hogy az életed hatalmas veszélyben van. Hamu 2-es fejlesztett. Jó, annyira nem vészes. És azért mennyire jó, hogy tényleg egy ilyen barlangrendszerben is vagyunk, amikor itt bedob a játék. Yeah.
Mondjuk az kicsit zavar engem, hogy nincs nálam pajzs. De hát mindegy. Egyelőre jók vagyunk. A terület átkutatása közben ráébredsz, hogy az egyik ellenfelek csak halottnak tettette magát. Hát oda lopakodunk. 3-1 ellen. Négy. Egy gyors csapás a fejére rögtön megoldja a gondot, befejezed a terület átkutatását. Az osztó húz neked 3 előnykártyát. Hú, de jó. Húz egy felszerelést. Berserker páncél. Armor that gives you the proportional strength and power of a barbarian, which you are on closer examination. Harc közben minden elszenvedett sérülés megnöveli a sebességedet és a fegyvered erejét. Ez egy könnyű védelmi páncél, de én ezt felveszem, mert nagyon jó, amit ad, mint bónusz. 3 étel, megint 3 étel. Nézzük meg a leltárunkat. Úgy valóban azt a páncélt rakta most be. Berserker páncél. Jó. Jó. Nagyon jó. Haladhatunk akkor tovább. Utazó ékszerész. Az ékszerészek erekék és gyűrűk eladásában jeleskednek. Az efféle exkluzív piac magas árakat kíván. Nem baj. Üdvözöllek, bölcs utazó, sok mindent tartogatok számodra. Talán tudok venni egy izét, egy pajzsot. És talán a leggagyibb pajzs is jöhet. Jelen pillanatban. Nem. Ja, mondjuk utazó ékszerész nem pajzsokat árul, hanem gyűrűket. Amikor a játékos gyógyításban részesül, plusz egy aranyat is kap. Teljes életerő esetén nincs hatása. Hát, ezt még átgondolom. Mennyibe kerül? 17. A dűlánca. Hát egyelőre megtartom, mert lehet, hogy a hamu király ellen szükségeltetik. Kényszerű lépések. Itt a kényszerű lépéseket én ezt eladom. Mert erre nincsen nagy szükség. 1 étel 4, 3 étel 11. Egyszer, kétszer. I'm sure you are grateful for that. Na, legyen 3-szor. Legyen nálam 20 étel. Nem veszem meg azt a gyűrűt, nem kell. Annyira nem fontos. Aztán most nem is kaphat, nem nincsenek is olyan kártyák emlékezetem szerint, ami úgy pénz. Aminél pénzre lenne szükségünk. Erdei kijárat. Roaming ever forward, hunting for the truth. Az előtte fekvő ösvény az erdőbe vezet. Elindulunk az erdei ösvényen. Did you expect me to tell your fortune? No. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course, I am different. My powers are genuine. Kicsit meghazudtoltad önmagadat, de mindegy. Na nézzük ide lent, mi van. Ó, banyek. A patkány emberek vadász csapatába botlasz. Készülj fel, hogy megvéd magad. Két szőny kártyát kapok. Fertő hat, de jó. 12 darab patkány ember. De jó nekem. Csak azért, mert rossz irányba indultam el. Na hajrá. Akkor most nyomogatjuk a space, mint az állat. Kell az egyes. Nagyon jó. Na
Nagyon jó. Győzelem. Mondjuk kicsit megtépázott a rendszer. Sohajtozva átkutatod a testeket, de nem találsz semmit. Bár csak lenne más módja megállítani a patkány embereket, talán fizetné valakinek, hogy elintézze. Megtámadtak. You may have to contend with every bandit in the kingdom before you reach the king. You may have to contend with every bandit in the kingdom before you reach the king. Biztos miért mondta kétszer? Na mindig. Csupán némi zörgés jelzi mögötted, hogy az életed hatalmas veszélyben van. Hamu 4-es fejlesztett. Jaj, de jó nekünk! Gyertek, gyertek! Dur! Jó ez a kalapács! Jó erős. Mondjuk, hogyha két kézbe fognánk, lehet, hogy sokkal erősebb lenne. Csak kár, hogy nem lehet ezt beállítani, hogy két kézbe fogja. Jó, a terület átkutatása közben ráébredsz, hogy az egyik ellenfél csak halottnak tettette magát. Odalapakodsz és megölöd őket. 3-1 ellen. Choose from these options. Egy gyors csapásra fejre rögtön megoldja a gondot. Befejezted a terület átkutatását, 3 előnyi kártyát kapunk. 22-t tarts meg egyet. Gyógyítóz. Sapkáját, vagy visszaverés sapkája. A gyógyító sapkája. Minden gyógyítás, ami a játékost éri, megduplázódik. Szóval minden gyógyítás, ami a játékost éri, megduplázódik. Érdekes, igen. A visszatérés sisakja, vagy a visszaverés sisakja. Egy lövedék visszaverésekor a sisak egy kisebb robbanást okoz. Nincs pajzsom, úgyhogy ez most nem jó, úgyhogy a gyógyító sapkát vesszük. In my day we simply avoided being wounded. Healing will suffice, however. Az én időmben elkerültük a sérüléseket. 23-at. Nézd meg és tedd vissza. Aha. Ez tök jó. Csak igazából úgyis végigfutok rajta. Tehát... Jó, legalább tudom, hogy mi vár rám. Nagyjából. Olvasztó tége, igen. A crucible to heat and purify the flawed metal. You, in this case. Stilgál városa az Ernst folyó egyetlen biztonságos átkelőjénél fekszik. Azonban csak azok az utazók kerülhetnek át rajta, akik túlélik az olvasztó tégeit. Az olvasztó tégeiben szörnyek ellen kell harcolnod. Stilgál lakóinak szórakoztatására mit teszel? Belepsz az olvasztó tégeibe. Megpróbálod átúszni a folyót? Megpróbálod lefizetni a polgármestert? Belépünk az olvasztó tégeibe. Az első arénába vezetnek. Válasz okosan ellenfelet, kiáltja egy férfi a tömegből. Rád fogadtam. Hamububit választom. We meet the Jack again. Did you think him done before? Oh no. Shuffled back into the deck to rise again to the top. As are we all. Nagyon jól kell időzíteni.
Meg hát ugye az ellenfelekre is figyelni kell, mert most a játék nem szól. Mikor fognak támadni. Ipikájé! Minusz 4 arany. Ja, az átok miatt igen. Ezt a menetet túléltet, próbáld meg újra, a tömeg a döntésre várja. Bubi koponya, vagy hamuhat. Nem akarok bubi koponyával, úgyhogy inkább hamuhatot választom. 6 bandits to keep you on your toes. Mondjuk a koponya bubival se lennék kisegítve. Szerintem most mind a kettő ugyanolyan undorító lenne. Főleg így pajzs nélkül. Jó, egy mínusz. Kettő mínusz. Három mínusz. Bele ne halljak. Jó, 6 minusz. Mondjuk nincs sok életem. Azt vettem észre. 41. Meg minusz 3 arany. Fogy a pénzem. Minden aranyomat erre tettem. Kiállt egy hang, ne hagyd cserben. A tömeg a nevedet kántálja, hogy az utolsó arénába vezetnek. Az osztó húz neked egy szönkártyát, az osztó húz neked egy szönkártyát. Hamuhat! Hamuhat! De jó! 12 darab ellenfél. Hamuhatos fejlesztés. Tehát... kicsit se túlerő. Tehát nem, hagyjuk már. Mondjuk így, hogy egyesével jöttök, így nem nincs gáz. Nem. Figyelni kell a tömeget, ki akar lövöldözni. Életerő, oda kell figyelni. Szóval életerő. Már csak 20. Jó. Nyertem. Győzelem. Király. Mondjuk az épp, hogy sok kategória. Az olvasztó tégely túlélése után az egész város téged ünnepel, és folytathatod az utadat. Néhány paraszt aranyat dobál neked, mondván, gazdaggá tettél, harcos! Az osztó húz neked 4 arany előnykártyát. Ennek a kártyának mostantól tétezsetonja. 40 arany. 25 arany. 40 arany. Gazdagok vagyunk, srácok. 15 arany. És megvan a zseton. Na. Irány a kereskedő. Baj, de jó, papi kötelesség. Nagyon jó. A papok némileg értenek a sebek begyógyításához, de az átkok eltávolítása a mesterségük. Természetesen nem ingyen. Jó, most van elég pénzem, úgyhogy... úgyhogy talán. Tudok magamnak segíteni azzal, hogy felgyógyítom magamat. Lehet amúgy, hogy most lesz itt a hamu király. A legvégén, úgyhogy érdemes lenne szerintem visszanyerni az életerőmet. Köszönöm, ennyi bőven elegendő. Úgyis még egyet lépek, azt akkor maximális életerő leszek.
Az ősi istenek haragja. Minden harc kezdetén az ősi istenek villámot küldenek az egyik ellenfeledre. A játékos eltaláló élőhalottak némi eséllyel saját maguk sebződnek, erre most nincsen szükség, mert nem lesznek élőhalottak. Legközelebb, ha felére csökken az életről, teljesen felgyógyulsz. Amikor a játékos több felszerelés vagy előnykártya közül választ, az elérhető lehetőség száma egyenlő. Hát igazából ennek van most itt értelme. El tudok adni tárgyat? A dűlánca. Nem akarom eladni. Úgyhogy megvásároljuk ezt az ősi istenek haragját. Useful. Mert ez egy jó dolognak tűnik. Ó, 17 ételem van, az bőven elegendő. Szerintem simán eljutunk a királyhoz így. Fú, kivéve, hogyha most a következőnél meghalok. Ja nem, ez a helyi lakos. Azt hittem, az az ördög. Szóval a helyi lakos. Egy erdei tisztáson egy paraszt nevbe botlasz. Üdv idegen, a tél idén kemény volt a családomhoz. Mögötte az erdőben mozgásra leszel figyelmes. Némi ételért cserébe mindent elmesélek erről a vidékről, amit csak tudok. Adjunk neki öt ételt. A nő mohón elveszi és átadja néhány gyereknek, akik előre nyújtott kézzel hirtelen kirohannak az erdőből. Elegendő ételt biztosítottál nekünk, hogy átvészeljük a telet idegen. Egy bokor mögül egy zsákot húz elő. Ez a megboldogult férjemé volt. Kérlek, fogadd el hálám jeléül. Ennek a kártyának mostantól tiéd a zsetonja, és kaptunk egy 27-es sebzésű buzogányt, amit igazából csak és kizárólag a lertálba teszek. Nem olvastam el, hogy mit tud. Na mindegy. Amíg a gyerekek esznek, a nő hosszasan mesél arról, ami mostanában látott és hallott. Lépcső. Jó. Köszönöm a zsetont. Na, van három zsetonunk, az tök jó. Lépcső. One more step down, and we may see the end of this, or another set of stairs. Hát azért remélem, hogy a következő szint az már az utolsó lesz. Felfedezted a kijáratot erről a területről, használd a lépcsőt. Kalandod a következő szintre lépett. On this floor, the King of Dust waits for you. He is prepared. Are you? You are not prepared. Bandita támadás. Egy bandita csapat hirtelen megtámad. A Hamu király nem örül, amiért az embereit ölöd. Az osztó húz neked egy szönkártyát. Hamu hatos. Jó, ez a 9 étel, ez bőven elegendő lesz, mert szerintem itt lesz a Hamu király a végén. Most ugye az a kérdés, hogy melyik végén. Majd mindjárt megnézzük. Ó, de jó ez az áldás! De jó. Meg szerencsé, hogy lassú ez a kalapács. Négyni. Levertem őket, mint vaka poharat. Nem tetszik nekem ez az átok, hogy folyamatosan szedi le a pénzemet. A holttestek között egy felszínére bukkansz, amin az elnagyolt személy leírásod található, valamint a felajánlott jutalom egyenesen a Hamu királytól. Az osztó húz neked egy előnykártyát. 15 életerő plusz. Hát én jobban örültem volna egy aranykártyának. Ördögi karnevál. Frivolity is not my forte. Again, a token is at stake. Ja, kétszer kéne megtalálom a nagy sikerkártyát. Egy nap egy alkonyat kezdetén egy utazó cirkusznak otthont adó nagyobb vidéki városba érsz. Furcsa látvánnyal és még furcsább szagokkal találkozom, mint a sátrak és bódék között lavírozol, melyek egykor élénken színesek lehettek, de mára kifakultak és por szennyezi őket.
Parasztok és nemesek egyaránt az utcákat és sikátorokat járják. A csodák és álmodozás szinte megbabonázta őket. Van valami ezen a helyen, ami eltompítja az érzékeidet és egy időre küldetésed, sőt még az ide vezető utat is elfelejted. Mellette volt. Fekete macska lő ki előre és a lábadnak dörgölőzik. Sikerült elterelni a figyelmedet, és egy sötét sikátorba tévedsz. A karnevál rejtélyi rád várnak. Megvan az második nagy siker, az bezzeg megvan. Tompa segélykérés vonz téged a tükrök csarnokához. Fegyverrel a kezedben belépsz, a visszatükröződő homályban néhány csuklyás alakot pillantasz meg. De nem tudod megmondani, hogy milyen irányban, vagy milyen közel vannak. Némi idővel később egy kisebb sötét pocsolyához érsz. Néhány érmét találsz szétszórva, amiket korábbi tulajdonosnak vére szennyezett be. Az osztó húz neked egy aranyelőnykártyát. És a zsetont megint elbuktuk. 30 arany. Folytatod az utad a tükrökön át, de nem találsz más élőlényt, amíg ismét az utcai tömeghez nem érsz. Mielőtt távolodsz, azon gondolkodsz, miféle tolvajok rabolnának el egy embert, és hagynák meg az aranyát. Hamarosan valami eltereli a figyelmedet, és megfeledkezel erről az eseményről. Kicsivel később egy erdő szélén találd magad, mögötted a tömegek hangját hallani, éppen pirkad, de melyik napon? Visszatekintve csupán egy vidéki város régóta elhagyott, romos épületeit látod. Hát igen, két nagy siker kéne, hogy ezt a tokennek, ezt a zsetont megkapjam. A halott királynak a csarnoka. Egy ősi díszes koporsót pillantasz meg a főcsarnokban. Hatalmas kincset rejthet, de bizonyára őrzik is. Hát, megpróbáljuk őket meglepni. Észreveszik közeledésed, és a lények felkészülnek a támadásra. Jó. Van ez így. Nem ugszhatok bele mindig a sikerbe. Nyugodj úgy, gyertek csak nyugodtan. Ennyi. Ilyenkor itt nem szabad előre futni, hagyni kell, hogy ideérjenek. Mert a csapdák azok egy kicsit le tudják szedni az életerejüket. Átkutatod a termet, az osztó húz neked 3 előnykártyát. Húz egy felszerelést. Gyógyító gyűrűje. Amikor játékos... A recipe for a happy life. I doubt things will end that way, mind you. Amikor a játékos gyógyításban részesül, plusz egy aranyat is kap. Teljes életerő esetén nincs hatása. Jó, mindegy. 5 étel. I'm sure you're grateful for that. 3 étel. Haladunk szépen tovább. Olvás az erdőben. Spirits roaming the darkness. With the struggles, the boundaries are weaker than they've ever been. Na lássuk. As you plunder the secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Mielőtt az erdőben alszol, egy hang szólít a neveden, és talpra pattansz. Egy emberi alakra hasonlító szellem suhan feléd. Gyorsan talpra pattansz, kezedben a fegyvereddel. A szellem hirtelen megáll, kezeivel jelzi, hogy nem akar bántani. A hangja gyenge és távolinak tűnik. Már is elfelejtettél? Megrontott volna ez a hely? Hát... Ráengedem. Nem szabadna itt lennem. Attól félek, hogy a szolgálói már tudják, hol vagyok. Egy rövid pillanatig a szellem sápadt személy különösen ismerősnek tűnnek. Kérlek, gyere haza hamar! Pislantasz egyet, és a szellemnek nyoma vész. A lábaid előtt egy csomag élelem hever.
Az osztó húz neked egy ételelőnk kártyát, ennek a kártyának mostantól tiéd a zsetonja. Hát akkor jól döntöttem, hogy leengedtem a fegyveremet. Jó, 10 étel. Here is your token. Köszönöm. Well done. Már 4 zsetonunk van, na az tök jó. Na, szerintem itt van fönt a király. A bolt. A bolt, a bolt, a bolt. Bemenjek a boltba. Kell nekünk egyáltalán most valami, nincs is annyi pénzem. Az általános boltok széles választékú tárgyakat és gyógyítási szolgáltatást biztosítanak, de az áraik szokásosnál némileg magasabbak. Hát én most inkább elhaladok mellette. Na itt a király, vagy ott a király? Mágusok tornya. The very apotheosis of intellect. Magicians. I cannot fault your choice. Though I wonder how you will fare against such tactics. Mondjuk ez pajzs nélkül iszonyatosan nehéz lesz, na mindegy. Koron mágusai az utolsó emberi mágia használók. Egyszerre csodálják őket és rettennek tőlük. Tornyaikban rejtőznek, amit folyamatosan építenek az ég felé, hogy az istenekhez közeledjenek, és letaszítsák őket a mennyekből. De legalább most már tudjuk, hogy hol van a hamu király. Let us take a token on their foolishness. Megközelítesz egy magas tornyot, ami a mágus energiától ragyog. Belépünk a toronyba. Amint a kezed hozzáér a hideg vasajtóhoz, a mágusok felfigyelnek a jelenlétedre. Fufufu. Jó, mágus 2. Meg ugye a fő mágus. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó, siker, kész, ennyi. Megvan. Nem kell ide pajzs. A mágusok céhének ellenségévé váltál. Ennek a kártyának mostantól tiéd a zsetonja. Már 5 zsetonunk van. Fantasztikus. Nem kell bemennünk a boltba szerintem. Elhaladhatunk mellette. Menjünk a királyhoz. A hamu király. Very few are so foolish as to deliver themselves to the king. A király harcban vad, de a katonáihoz hűséges, csata közben képes meggyógyítani őket. De jó lesz az. A hamu király már régen megcsalta a király nevét, és a hazát egyaránt. Vagyonát és hatalmát óriási mértékűre gyarapítja, a könyörtelenség és terror megfontolt alkalmazásával, a törvényen kívül már évtizedek óta. I will happily wager on the outcome. I do not think you have what it takes. A király harcban vad, de katonaihoz hűséges, csata közben képes meggyógyítani őket. És kapok egy tokent. Ha legyőzöm. Természetesen. Erősített hamu 4-es. De jó. Hihetetlen, hogy ezt a fejezetet pajzs nélkül viszem végig. Oda kell figyelni, mert azért nagyot üt. Meg ugye ebből ki kéne mászni. Ujj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 
Siker! Mondjuk azért pajzsa egyszerűbb lett volna, de azért örülök, hogy így is sikerült. There are many who will be pleased that you have defeated the likes of my lesser king. As for me, I think you have but proven that I must defeat you entirely. A set of new trinkets for you. You will need them and more. De legalább egy csomó tokent szereztünk.
Jutalmad a lezárt kincses láda átkutatásáért. Bolondok aranya. Jutalmad, amiért túlélted Stigall városának arénáit. Nemes kereskedő. Egy feleség dühe. Kölcsön. Ebből kettő olyan kártya is volt, ami pénzre alapul. Jutalmad a helyi parasztnő megetetéséért. A megerősítés nagy sisakja. Jutalmad, amiért megmutattad a szellemnek a könyörületességedet. Éjjel a fogadóban. Mágusok céhének ellenségévé váltál. Mágus kesztyük. Mágikus maszk, a mágusok maszkja. Harc. Csermély tetőn. Vagy csermely tetőn. Nem tudom. Az a gond, hogy nehéz kivenni. Illetve a tanítvány. Ó, a tanítvány az nagyon durva lesz. Hát, hogyha kihúzzuk, az nagyon durva. Bandita királyom legyőzéséért a következő új kártyákat kapod. Éles jég. Az élet éle. Pikkely Bubi. A hős maradványai. Mákmező. Idegen az árnyékban. Come once more to the game. Majd a következő részben. Én pedig megköszönöm a figyelmeteket, én Szoé voltam, ez volt a Hands of Fate. Nem sokára jön majd a következő rész, hogy addig is legyetek jók, gyertek sok videt, és vigyázzatok magatokra, illetve egymásra. Sziasztok!